mindenkit a idei lépkedés konferenciánkon. Ahogy ebből a diából is, illetve a programból is látszik, hogy az én témám a kegy témaköre lesz. Az előadás címe a kegy, a könyörületesség, illetve az együttérzés egy emberi társadalom alapjaként, hogy hogyan funkcionálnak ezek a fogalmak, illetve ezek az értékelvek. Gyakorlatilag ezek a fogalmak, amelyeket láthatunk a címben, tulajdonképpen egy pozitív emberi hozzáállásból, szeretetből, vonzalomból, segítőkészségből származó attitűdre utalnak, amelyek arra késztetnek bennünket, hogy egy élőlényel akár különösebb ok nélkül jót tegyünk, vagy segítsünk neki a kívánságát teljesítünk. Mindenkinek van erről már szerintem tapasztalata, illetve elképzelése. Ez egyébként gyakran együtt jár az adott személy érzelmeiben való osztozással is, bár nem szükségszerű. A történelem számtalanszor bizonyította már azt, hogy a tisztaság, a kegyesség, a lemondás, illetve az igazság alapelvei, amelyekről eddig is és ezután is beszélni fogunk, a legtöbb emberi kultúrában, emberi társadalomban rendező elvként van jelen. Sajnos az idő múlásával ezeknek az alapelveknek a mindennapi követése gyakran csorbát szenved. Eleinte csak egy kicsikét, megváltoznak, átdefiniálódnak a fogalmak, aztán később már a sok kicsiből végül jelentős eltérés fejlődhet, alakulhat ki. Ennek köszönhetően egy adott társadalomban eképpen módosult erkölcs és morális rend gyakorlatilag egy teljesen más célt tűzhet ki saját maga elé, az eredetitől eltérő célt. Ez a céltévesztés, vagy célváltoztatás, vagy változás, irányválasztás gyakran eredményezhet az ember életében értékütközéseket. Főleg akkor, amikor egy már korábbi előadók által említett abszolút értékek helyett az ember másodlagos értékeket követ, még ha azok esetleg magasztosak is, gyakran kerülhet a hétköznapi életében is ilyen értékválságba. E dilemmára és értékválságokra példaként egy akkoriban nagy vihart felkavaró esetet említeni, talán néhányan közülünk emlékeznek is erre. 1993-ban Kevin Carter, fotoriporter a nagy éhínség idejében utazott Szudánba, hogy az ottani helyzetet feltárja és arról tudósítson. Egy Bang Bang Club nevű fotoriporter csoportnak a tagjaként annak idején keresztül kasról utazták egész Dél-Afrikát, hogy az ottani apartheid mozgalom visszásságaira, embertelenségeire felhívják a világ figyelmét. Feladatuk a megfigyelés, az információ feltárás, dokumentálása volt, anélkül, hogy a helyi eseményekben bármilyen szinten, a lehető legkisebb szinten is beavatkoznának. Egy magányos kószálása közben talált rá egy éhezéstől a halál szélére került csontásoványodott kislányra, aki körül a keselyük már kezdtek gyülekezni. Hányan ismerik ezt a képet, vagy látták már? Igen, jó néhányan, akkor meg publicitást is kapott ez a kép. A kislány a 20 kilométerre lévő élelmiszer elosztó központba tarthatott, de állapota lehetetlen mélyítette annak az elérését. Carter lefotózta a kislányt, és egyes lehetséges, hogy rossz májú források szerint még várt is arra, hogy megfelelő fényviszonyok legyenek. Aztán annélkül, hogy bármiféle segítséget nyújtott volna, tovább ment az élelmiszer elosztó központba, hogy az ottani eseményekről tudósítson. Egyébként ezért a képért Pulitzer-díjat kapott 1994-ben. Dél-Afrikából történő hazaérkezése után a dicsőség és a kritika egyaránt elég komoly ostrom alá vette Cartert, és 94-ben, amikor átvette a Pulitzer-díjat, Carter öngyilkos is lett 34-35 éves korában. Akkor ez egy elég komoly vihart kavart. Persze több mint 20 év alatt, ami eltelt azóta, ezt az esetet számtalan féleképpen kommentálták már. Nekünk most nem is az a feladatunk, hogy belemenjünk abba, hogy ez mennyire így történt és mennyire nem, de ami egy komoly elgondolkodható dolog, hogy az életünkben, hogyha nincsenek tisztán alapvető értékeink, abszolút értékeink, mi magunk is kerülhetünk ilyen értékválságokba, amikor nem nagyon tudjuk eldönteni, hogy mit tegyünk, csak egy hétköznapi példa adunk el.
pénzadományt egy alkoholra kéregető utcai koldusnak. Szerintem ezt a kérdést már jobban felteti maguknak az életükben. A védikus pszichológiával foglalkozó tanítások említést tesznek arról, hogy minden szándék alapvetően három szinten válva cselekedetté az ember életében. Ezek a látható fizikai test szintjén cselekedetek formájában megnyilvánuló tettek. A második szint, amikor az embernek a pszichéjében, a gondolataiban egy-egy következtetés levonódik, és az alapján valamiféle gondolati, akár köznapi tettet végez. Illetve ezek a szándékok transzcendentális lelki szinten is valamilyen szinten cselekedetté válhatnak. Ugyanígy a kegyesség, amiről most beszélünk, szintén ezen a három szinten nyilvánulhat meg, ezen a három szinten gyakorolhatjuk. Megnyilváníthatjuk a kegyességet például a fizikai testünk szintjén, mondjuk úgy, hogy valakinek segítséget nyújtunk a szükségleteinek a megszerzésében, vagy a testi fájdalmának a megszüntetésében. Mentális és érzelmi szinten pedig kedves beszéddel, szép szavakkal, akár egyéb tettekkel mentális elégedettséget okozva okozhatunk boldogságot másoknak. Lelki, transzcendentális szinten ez azt jelenti, hogy mondjuk segítséget nyújtunk valakinek abban, hogy az önvalóról, az önmegvalósításról, a lelki életről információt szerezzen, és hogy segítséget nyújtunk abban, hogy ezt tudja gyakorolni. Természetesen itt rögtön felmerül egy kérdés, vagy egy fogalom, az erőszak, illetve az erőszak nélküliség kérdése, ami a kegy fogalmával szorosan összekapcsolódik a védikus irodalomban, a védikus kultúrában. Nem nehéz megértenünk, hogy a kegyesség alapelvének korábban adott meghatározását miszerint egy olyan attitűd, ami mondjuk nem tűri el mások boldogtalanságát, semmi sem hágja át jobban, mint a másokkal szemben alkalmazott erőszak. Azt hiszem, hogy mondhatnánk azt is, hogy a kegyesség gyakorlásának a minimum követelménye az, hogy valaki erőszak nélküli életet éljen, vagy legalább törekedjen erre. Úgy tartják, hogy ha valaki a kegyesség erényét mellőzve nem kerüli az erőszakot, akkor emberi élete akár egy állati szintre is süllyedhet, és hogy nem hogy a lelki tökéletességet, de hogy ebben az életben a boldogságot sem fogja tudni elérni. A híres jóga szentírás, biztos hallottak már róla, a Jóga Szútrának az egyik 11. századi kommentátora kifejti, hogy az, aki az erőszak nélküliség erényét figyelmen kívül hagyja, lehet, hogy bármilyen más erényeket gyakorol az életében, de azoknak az eredményét nem fogja megkapni. Tehát ez egy eléggé alapvető dolog tanítás a védikus irodalomban. Ennek apropójából emlékezünk egy kicsit arra, hogy hogyan jelenik meg az erőszak és ennek eredménye a hétköznapjainkban. Itt most gondoltam, hogy kivetítek majd egy diát, amire egy sárga körben egy 18-as szám szerepel, 18 éven felülieknek, tehát szerintem mindenki 18 éven felüli társaságból. Akkor vágjunk bele! A fizikai testével történő önazonosításnak köszönhetően az ember egyre erősödő egoizmusa gyakorlatilag önmagán kívül mindent és mindenkit kiszorít a látómezejéből. Ez az én és enyém felfogása nagyon-nagyon magányossá teszi, és általa ennek köszönhetően nagyon gyakran a tanult vagy egykor fontosnak és jónak vélt érték elveit is feladja, így gyakorlatilag könnyen megszűnhet a kontrollja önmaga, az érzelmei, tettei és az egész élete fölött. Eredetileg az anyagi világhoz nem kötött helyzetében az élőlény, a léleknek nem természetes ez az egoizmus, egoisztikus állapot, és éppen ez az oka annak, hogy gyakorlatilag minden testet öltött élőlény egy kicsit frusztrált emiatt már nem fogalmazza meg magának, hogy miért. A lélek eredeti természete és a jelenleg felvett anyagi természetünk között óriási konfliktus húzódik, igazából a legtöbb mentális problémáknak és szenvedésünknek ez az egyik oka. A lélek eredetileg, ugye transzcendentális, nem anyagi, örök tudással és boldogsággal áthatott lénye mentes ezektől a kedvezőtlen tulajdonságoktól, mint például ugye a kegyetlenség, vagy éppen az erőszakosság.
önmagunkra figyelés, amit szerintem mindnyáján érzünk, értünk a saját, tapasztalunk a saját életünkben, gyakorlatilag azt eredményezi, hogy amellett, hogy elszemélytelenedik által a világ, az egyén nem fogja észrevenni, vagy nem akarja észrevenni a környezetében tapasztalható szenvedést, és gyakran megyünk el úgy egymás mellett, mások szenvedéseivel, mit sem törődve, hogy nem veszünk róla nem veszünk róla tudomást, nem figyelünk rá, vagy nem akarunk vele foglalkozni. Gyakorlatilag mindemellett a hazugság, a lopás, az erőszak minden szinten részévé tudott válni az emberi társadalomnak, amely azt gondolom, hogy most már egyre többen rájövünk arra, és megértik ezt a dolgot, hogy az emberiség éppen azon a Leo Strauss által megjövendőlt lejtő, nem tudom most, hogy éppen hol áll, de hogy még azt is hallottuk, még azért van 427 ezer év a lejtő aljáig, ahol nem tudom, mi vár ránk, és milyen meglepetés. De hogy ez egy általánosan elfogadott gondolat, hogy az emberiség ezen a lejtőn van már. Mi sem figyelmeztethet bennünket erre az, hogy az életünkben az erőszak a legtöbb területen jelen van. Része a táplálkozásunknak például. A szórakozásunknak is, bármilyen is, igaz, hogy nálunk nagyon nincs a viadal, tehát már a médiából számtalan ilyen dolgot tapasztalhatunk. A sportnak, a politikai életünknek ugyanúgy, és gyakran feldúlja az erőszak a társadalom és a családnak a békéjét is. Aztán persze hát a tudomány, ez egy másik érdekes téma, külön konferenciát különnek, de a televízióban található különböző műsorok, erről nem is beszélve, ezek ugye azért extrémek, mert hogy ezek gyerekfilmek, persze, mert nem sokára beszélek is róla egy kicsit. De hát gyakorlatilag már, ha el akarunk indítani, vagy el akarunk adni egy újságot, akkor tele kell rakni kegyetlenségekkel és negatív dolgokkal ahhoz, hogy az emberek megvegyék. Én azt gondolom, hogy ezzel már mindenki találkozott. Természetesen illúzió lenne azt gondolni, hogy az erőszak az teljes mértékben kiküszöbölhető az életünkből, de amikor már a szórakozásunkban és az életünknek a legtöbb területén kiemelt helyzetbe kerül, akkor fel kell magunknak tenni a kérdést, hogy vajon jó irányba haladunk-e, és ha nem, akkor mit kell tenni, mit tehetünk ezzel a dolog ellen. Vannak figyelmeztető, szembeötlő jelzések, amelyek mellett nem mehetünk el, anélkül, hogy nem figyelnénk rá. Meg kell tanulnunk észrevenni és a helyén kezelni ezeket a dolgokat, és azt hiszem, hogy nem kell meggyőznöm senkit arról, hogy az erőszak bármilyen fajtájával kapcsolatba kerülve az ember kellemetlen hatásoknak van kitéve, mint fizikai, mint mentális, érzelmi és lelki szempontból is. A védikus tradíció szerint ez az erőszak, ez lehet általunk elkövetett erőszak, lehet mással kiviteleztetett erőszak, ilyennel is gyakran találkozunk, ugye? Hát ő csak egy extrém példája ennek. Vagy egyszerűen csak egyszerűen jóvá hagyott, vagy a szavainkat fel nem emelve, elviselő állapotot felvevő, vagy helyzetet felvevő módon csak egyszerűen lenyíltünk az erőszakra, nem akarunk róla tudomást venni, vagy egyszerűen mások által elkövetett erőszakkal, amivel találkozhatunk. Természetesen ez egy fontos dolog, hogy ha mi végzünk erőszakot, vagy mi hagyunk jóvá, vagy csak szemet húlyunk fölötte, ezek sokkal erőteljesebben hatnak az egyéniségünkre, személyiségünkre, mint azok, amelyek mások által vannak elkövetve. De ha így vagy úgy, azzal is kapcsolatba kerülünk, ugyanolyan kedvezőtlen hatást gyakorolnak ránk, mint arra, aki azt elkövette. Látjuk ezeket az eseteket, hallunk róla, tapasztaljuk a kegyetlenségnek a különböző formáit, miközben ezek, ugye éberségünket kijátszva szép lassan, akarva akaratlanul az életünk részévé válnak, beépítjük akár saját értékrendünkbe is őket. Tekintsünk át néhány olyat, amely már majdnem természetesen jelen van az életünkben, nem is szoktunk vele különösebben foglalkozni, egyszerűen természetes, főleg nyugati világban.
kevesen gondolnak rá, de életünk egyik legáltalánosabb területe, amelyen akár közvetlenül, akár közvetve egyre több erőszakkal találkozunk, az a táplálkozásunk. Egy amerikai szervezet felmérése szerint ma a világon egy év alatt több mint 150 milliárd állatot pusztítunk el csupán táplálkozási célból. 150 milliárd állatot. A tenger gyümölcseit, azokat nem számolták bele, ugye ez még ugyanennyi lenne, talán vagy több esetleg. Ebből 10,6 milliárdot az USA-ban, még mindig az USA kerül elő, mert ott imádják ezeket a statisztikákat, a realitás és az öntudatnak a fenntartása érdekében Magyarországon most kezd divatba kerülni. Tehát egy-egy témában, amikor kutattam statisztikát, után mindig 10-15-ször több statisztikát találtam az Egyesült Államokban, mint mondjuk Magyarországon. De magyar statisztikák is lesznek. Ez csak egy érdekes táblázat. Hogy jön össze az a 10 milliárd 600 millió állat elpusztítása évente az Egyesült Államokban, 4 millió 300 ezer lyuk, nem egy szokványos ugye, díja ez, de nézzék el nekem, 26 millió kacsa, majdnem 42 millió tehén és golyó, 115 millió sertés, 304 millió kulyka, és 9 milliárd 300 millió csirke az, amit elpusztítanak és elfogyasztanak az Egyesült Államokban, és több mint 1 milliárd állat pusztul el a nem megfelelő körülmények között való nevelésnek köszönhetően. Általában ezeknek az állatoknak az erőszakos felnevelése, táplálása, elpusztítása és elfogyasztása természetes jelenség a mai világban. A hétköznapi életünkben a legritkábban szoktunk elgondolkodni arról, hogy ez a sok erőszak, amelyen fogyasztóként mi magunk is kapcsolatban vagyunk, milyen hatással van rá. Egyik dolog az, hogy nem jöjjük meg az állatokat, ugye ez segíti elhaltatni az embernek a lelkiismeretét vagy a józan gondolkodását, de hát könyörgöm, aztán hazavisszük és mi fogyasztjuk el ezeket. Ki az, aki azt gondolja, hogy ez nem hat akár az egészségére, akár a tudatára, gondolataira, érzelmeire, erről már más fórumon is nagyon sokat lehet hallani. Az erőszak a modern világban a fentieknél extrémebb módon is bekuszott már az emberi táplálkozásba. Igen, akkor a gyenge idegzetőek most húnyják be a szemüket. Szerencsére még csak szorványos módon, de megdöbbentően egyre, hogy mondják ezt, fejlődő, egyre erősödő intenzitással jelenik meg a modern világban is, ez a modernkori kannibalizmus, amikor az ember asztalán abortált, illetve elhalt magzatok, vagy élő önkéntes áldozatok várják azt, hogy megegyék. Ó, hát ilyen csak a mesébe. Most amiről beszélek, ez nem a La Fontaine kötetből haláztam elő. Ez egy tény. Képzeljék el, hogy 1994 és 2002 között 8 évig egy külön internetes honlap működött, Cannibal Café Forum néven, azért, hogy kannibalizmusra hajlamos emberek önkéntes áldozatokat gyűjtsenek maguknak azért, hogy megöljék és megegyék őket. Tehát ez létezett ez a honlap. Ami az érdekes dolog, hogy ma egy ilyen internetes archiváló funkciónak köszönhetően ez a honlap nem aktív módon, de még mindig megtalálható. A linket nem árulom el. Jó, menjünk tovább. Ennek a jelenségnek az egyik híres esete az volt, amikor egy német férfi, Armin Meiweis, 42 éves, számítógépes szakember felhívására, egy felhívásra azonnal 5-en jelentkeztek, hogy áldozatok legyenek. El tudjuk ezt képzelni? 5-en. Közülük szerencsére, vagy nem tudom ezt hogyan fogalmazni, meg csak egynek a megölésére és elfogyasztására kerül sor, mert idejében egy ilyen normálisabb gondolkodású ember bejelentést tett a rendőrségen, hogy hova itt valami indul, és de már hát egy valakit már elfogyasztottak. Ki volt ez a személy? 43 éves Brand Jürgen Brands szabad akaratából vállalta, hogy előbb a nemi szervét levágják, és elkészítve közösen elfogyasszák a leendő gyilkosával, majd azt is, hogy a torka elvágása után ő maga is táplálékká váljon.
És ez egy megtörtént eset, ez az illető el is lett fogyasztva. Nem akarom részletezni. Gondolkodtam, hogy hozzak-e képeket a lakomáról. Elnézést, hogy most lehet, hogy szokásomtól elkülön kicsit sokkoló leszek a mai alkalommal. A védikus tanítások kifejezik, hogy az ember táplálkozásának mikéntje, a tápláléka létrejöttének a módja, és a táplálék jellege befolyásolja a jellemét, a gondolkodását, természetét és értékeit is. Ezért annak érdekében, hogy az ember élete boldogabb legyen, harmonikusabb, és erőszaktól a lehető legmentesebb, nem csak a kannibalizmust nem javasolják, hanem általában a húsevés sem. Egyébként megfigyelhető, hogy ez az életviteli norma, a vegetáriánizmus egyre elterjedőben van szerte a világban, akár egészségi okokból, akár morális okokból, és olyan ismert személyek, ugye ez mindig, amikor egy ismert személy, egy komoly, sokak által tisztelt személy, vagy híres, hírhet személy lesz vegetáriánus, akkor arra mindenki odafigyel, és ebben a pakliban van mondjuk mindenki által jól ismert Albert Einstein, Albert Schweitzer, Humboldt, Szokratész, Kant, Newton, Szent Györgyi Albert, Edison, Leonardo da Vinci, Wagner, Barbara Streisand, Clint Eastwood, Danny DeVito, George Harrison, jó öreg Jackie Chan, Caprio, Paul McCartney, és hát a, ugye a jó öreg kalandó hadnagy, Peter Falk is ebbe a kis csapatba tartozik. Ezt egy 300-as listából válogattam ki, és nagyon kellett kontrollálnom, hogy ne az egész délután ezzel a felsorolással töltsem el. Komolyabbra fordítva a szót, térjünk át életünk egy másik területére, amelyen szintén nap mint nap erőszakkal találkozunk, és ez nem más, mint a média. Tudományos kutatások és felmérések megerősítették, hogy a média által közvetített erőszak mennyisége évről évre növekszik. És ami egy fontos dolog, hogy nem csak a mennyisége növekszik, ezt szerintem mindenki tapasztalhatja, hogyha mondjuk egy kicsit szorosabb a kapcsolata akár a televízióval, vagy mozifilmekkel, hogy nem csak a mennyisége növekszik az erőszaknak, hanem a grafikus jellege szintje fejlődik, a szexuális tartalma és a szadisztikus jellege is. Sokkal előteljesebbé válik évről évre ezeknek a filmeknek, vagy akár a tévében, híradóban a közvetítéseknek, azért, hogy az emberek odafigyeljenek rá. A következőben bemutatandó táblázatban a Federal Trade Commission által 2002-ben készített felmérésnek az eredményei találhatók. Nézzük csak! Kicsit a sorok, hogy a betűmére idejövök és próbálok segíteni. A felnőttek jelenlétében nézhető úgynevezett R jelzésű filmeknek a 80%-a, a betiltott videójátékok 70%-a és az erőszakos tartalom jelzéssel ellátott zenék 100%-a jut el 17 év alatti fiatalokhoz. Ez a statisztika, amiről most beszélek, ez szintén az Egyesült Államok beli statisztika. 2001-ben a hollywoodi filmek közel 70%-a kapta ezt az R-besorolást, tehát ami felnőtt jelenlétében megnézhető. A legnépszerűbb videójátékok 89%-a tartalmaz erőszakos elemeket, és egy átlagos gyermek az Egyesült Államokban 18 éves koráig 200 ezer erőszakos tett, és 16 gyilkosság szemtanúja lesz a médiának köszönhetően. Persze mondhatnánk, az amerikai Egyesült Államok, és akkor most fújolhatnánk, de mi a helyzet? Erre egészen véletlenül van egy magyar statisztika is. Szóval ne tévesszen meg bennünket, hogy ezek a statisztikák egy-egy országnak a helyzetképét mutatják be. Manapság a globalizációnak köszönhetően majdnem mondhatjuk azt, főleg a nyugati világban, hogy ugyanaz van mindenek. Főleg a médiával kapcsolatban van így. Hát most már mi van? Van egy valaki előfizet, nem tudom, 6000 forint, én 100 csatornát, nem tudom, mennyit lehet fogni, tehát ott aztán minden van. Egy magyar felmérés szerint egy átlagos gyermek idehaza, nem 18 éves koráig, hanem 12 éves koráig 244 ezer erőszakos tettet és 14 ezer gyilkossággal találkozik. 12 éves koráig. Mivé válik egy ilyen ember?
Gondoljanak bele. Gondoljanak bele. Ezért néha fanatikusnak nézik, nem is ezért, de néha fanatikusnak nézik a kristánsokat, akik azt mondják, hogy ki a tévét. Erről majd egy kicsit beszélünk. De hát ki akarja a gyerekét ennek kitenni? És ha már ott a tévé, akkor az menni fog. Azt tudni. Jó. Természetesen ennek köszönhetően aztán az iskolai erőszak, iskolai gyermekek körében megjelenő erőszak is azért egyre intenzívebbé válik. Sajnos megint nem volt nagy adatom, de el tudom képzelni, hogy volt ilyen. Az Egyesült Államokban egy 10 éves időszak 1992 és 2002 között 232 iskolai gyilkosság történt. A következő lépésünk szintén még mindig ugye a televízió és a gyermekek körül van. Érdekes megfigyelés volt, teljesen logikának ellene megy, ugye, hogy a szombat reggeli, tehát a matiné időszakában található rajzfilmeknek az erőszakos tartalma sokkal magasabb, mint a fő műsoridőben vetített televízió műsoroké. Megdöbbentő, nem? Most talán nem indul a filmem is, vagy nem is. Általában egyébként a fő műsoridőben óránként 3-5 erőszakos tett jelenik meg. Ez egy rajzfilm, egy gyermekfilm. Tehát általában 3-5 erőszakos jelenet jelenik meg a fő műsoridőben felnőttek számára. Szombat reggel a gyermekműsorokban 20-25 alkalommal van erőszakos élményük a gyerekeknek, amikor ott ülnek a televízió előtt. Persze, hát meg ilyen nyugaton így történik a dolog, de mi van Magyarországon? Véletlenül ezzel kapcsolatban is van adatom. Egy felmérésnek az eredménye az, hogy megvizsgáltak, hogy egy hónapban mennyi gyermekműsor van, 339 gyermekműsort fedeztek fel, és vizsgáltak meg tartalom szempontjából, arra jutottak, hogy 62%-uk tartalmazott erőszak. 339 gyermekműsorból 211-ben vandalizmus, kínzás, gyilkosság és tömegpusztítás is megjelent. Eléggé megdöbbentő dolog, én azt hiszem. Jó, menjünk egy kicsit tovább. Nem véletlen, hogy a társadalom és a család szintjén szintén az erőszak egyre előteljesebben van jelen. Ez egy kicsit, talán szerintem egy kicsit komolyabb téma. A United Nations Office on Drugs and Crime statisztikája alapján Magyarországon ez 2000 és 2012 közötti időszakot vizsgáltak, de egy évre lebontva mondom az eredményeket, évente 200 gyilkosság történik. Tehát Magyarországról van szó, ez most magyar helyzet. 200 gyilkosság történik, amit kiegészít még 3066 öngyilkosság. Az elkeseredésnek és egyéb problémáknak köszönhetően ezekről elég gyakran lehet hallani. A családon belüli erőszak, ami szintén manapság egy eléggé komoly téma, sokat beszélünk róla, vagy egyre többet, szerencsére. 3169 felnőtt esik áldozatul, tehát nem haláleset szerűen, hanem ugye az eseményben áldozatokká válnak, és általában 48-an belehalnak. Évente. Nézzük a gyerekekkel mi a helyzet. Családon belüli erőszaknak a leggyakorabban az elszenvedő alanyai a gyereke. Évente Magyarországon 7003 gyermek kerül ebbe az erőszakosságba, illetve bántalmazásba úgy, hogy abból rendőrségi eset lesz. Tehát ez a kiderült esetekről van szó, tehát nem, ez itt nem a, hogy mondják, ez nem az előrejelzés, nem az elképzelés, hanem ez a tény. Ezek kiderültek. Természetesen azért a tudomány spekulál. Szociológiai, kriminológiai vizsgálatok, felmérések bizonyították azt, hogy egy gyermekbántalmazásra, ami kiderül, 25 olyan eset jut, amiről nem tudunk.
Ezt, ha megnézzük, ez 182.500 eset évente, hogyha ezt elfogadjuk, ezt a felmérést. Ez megint nem spekuláció, tehát kérdőívek alapján, névtelen kérdőívek kitöltése alapján ez jött ki. Ez 500 esetet jelent naponta Magyarországon. És ez egy komoly bántalmazások, nem az, hogy egy apa vagy egy anyuka lekever egy pofont a gyerekének, komoly, tehát külsérelmi nyomokkal és akár 8 napon túlgyógyuló bántalmakat jelent ez. Egy kicsit kényesebb területre eveznék a társadalom és a család terén, és ez az abortusz. Hopp, ez még nem az abortusz. Ez ugyanígyre tartozik a gyermekek, hogy ma Magyarországon évente körülbelül 24 ezer gyermek kerül 51 ezer esetben elhanyagolásnak köszönhetően gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézetekbe, akár ideiglenesen, akár kis hosszabb, illetve rövidebb időre. Ez is egy nagyon súlyos szám és nagyon fontos eleme a kegyetlenségnek. És 38.400 abortuszt végzünk évente Magyarországon. Ez nem akarok ünneprontó lenni, de ez 38.400 emberi lény elpusztítását jelenti. Ki mondja azt, elnézést a sokkoló képért, ki mondja azt, hogy ez nem egy emberi lény volt annak idején, mielőtt kiszedték a munkájából. Emberi lény volt. Aztán mi van világszinten? 45.600.000 abortuszt végzünk évente. Ez egy 95-ös adat. Világszerte. 45.600.000 abortusz. Egy kicsit még csavarok a dolgon. Ez a szám 200.000-rel több, mint azoknak az embereknek a száma, akit az elmúlt 50 évben, vagy hát nem is az elmúlt 50 évben, de hosszú-hosszú idő alatt, Jakubugovo, Nigériában, Mengistu, Kim Ir-sen, Pol Pot, Enver Pasa, Törökországban, Heidi Kitojo, II. Leopold, Hitler összesen elpusztított, akár személyesen, akár a rezsimje által. Annyi, hogy mi 45.600.000 gyermeket pusztítunk el egy év alatt, de itt Jakubunak volt Nigériában 10 éve 1 millió emberre, Mengistunak 18 éve, Kim Ir-sennek 48 éve, Pol Potnak 18, Enver Pasának 6 év, Heidikinek 4, Leopoldnak 44 év, és Hitlernek 11 éve. Mi ezt egy év alatt túlszárnyaljuk. Jó, menjünk tovább. És lezárva ezt a témát, még nem szabad elfelejteni a háborúkat. Általában, amikor háborús eseményekről beszélünk, mindenkinek az első, a második világháború jut eszébe, hogy milyen szörnyű volt. Kevesen tudják, hogy 2001 óta 104 kisebb-nagyobb háború tört ki, olyanok, amelyeket a politikai élet komoly csatározásoknak, komoly háborúként ítél meg, és számon tartja. Természetesen ezek között kisebb részben vannak egy-két napos komoly ütközetek, egy-két hetes, de a legtöbbük egy-két hónapig tartó, sok-sok ember életét igénylő dolog. Most itt felfüggesztem a sokkolást. Térjünk egy kicsit rá a pozitív oldalakra is. Ugye nem lenne teljes a kép, hogyha nem beszélnénk egy picit arról, hogy azért az emberi társadalom mondhatni nem teljesen ostoba. A jelenlévők természetesen egyáltalán nem azok. Láthatunk már jeleket arra, hogy az emberiség kezdi felismerni azt, hogy ő a degradálódás irányába halad. És aztán elindulnak ennek köszönhetően szorványos kezdeményezések, például az állat és a természetvédelem területén, a környezettudatosság hangsúlyozásán, az atomfegyverkezés csökkenésén keresztül, a gyermek és a családvédelem hangsúlyozása, ugye a magzatvédelem, vagy akár nagyon egyszerű, egy hétköznapi dolog, az egészséges táplálkozás és életmód szintén egy fontos eleme annak, hogy az ember még önmagához se legyen kegyetlen az életmódjával és a táplálkozással. Amit azért el kell mondanom, hogy ezek nagyon magasztos törekvések és nagyon-nagyon kiváló dolgok, de nem jelentik a végső megoldást, a végleges megoldást, hiszen ez valami negatív dolognak a pozitív ellensúlyozása. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nincsenek negatívumok a társadalomban, hanem próbáljuk valahogy ellensúlyozni a negatív hatását. Mit javasol a védikus irodalom? Ugye az egész konferenciánk a tulajdonképpen a védikus irodalom szellemiségében zajlik, és főleg a védikus irodalom által javasolt dharmának a négy lábáról szól. Arról beszél a védikus irodalom,
hogy tulajdonképpen a kegyesség és a darma másik három alapelvének az elhanyagolásának alapvetően két oka van. Az egyik, hogy gyakorlatilag elfeledtük eredeti lelki természetünket, és a másik dolog az, hogy ezzel együtt az anyagi testünkkel és az anyagi test és érzékszervek vágyaival azonosulunk. A védikus irodalom ezt az egész erőszak nélküliség és kegyesség témakörét is ennek a tudatállapotnak a megváltoztatásával oldja meg. Azt javasolják ezek az írások, hogyha sikerül visszamennem, hogy az ember próbáljon ezen anyagi tudat szintjétől megszabadulni és megérteni azt, hogy ő valójában nem ez az anyagi test, hanem ő egy transzcendentális lélek, akinek egy önálló, transzcendentális, tiszta személyisége, céljai, érdekei vannak, amelyeket most általában nem követünk. Az önmegvalósítás folyamata, ami ezt eredményezi, automatikusan fogja eredményezni azt, hogy az embernek az öncélú élete, egoisztikus élete megtisztul, és természetesen fog hiányozni az életünkből az önzés, a tisztátalanság, az érzékszerveink egyeduralkodó helyzete, a hazugság és az erőszak. Persze az idáig vezető útnak vannak fokozatai, és ameddig ezt a tökéletes állapotot nem értük el, addig egy intelligens, józan ember elkezd törekvéseket tenni arra, hogy az életébe a kegyesség és a darma többi elvét valahogy az életébe beillessze és a természetévé tegyen. Milyen teendőket, életprogramot javasol a védikus irodalom? Azt mondja, hogy van háromféle tett, amit ennek érdekében megtehetünk. Az első kategóriába azok a tettek, olyan pozitív tettek tartoznak, amelyek másokat segítenek, amelyek előre viszik, fejlesztik, illetve segítik más élőlényeknek az életét. Például az adományozás egy ilyen dolog. Amikor vagy pénzben, vagy akármilyen más szükségletekkel mondjuk segítünk valakit, ez ebbe a kategóriába tartozik. Vannak olyan tettek, amelyeket az ember azért nem végez, hogy azok ne hátráltassák más élőlényeknek a fejlődését, ne bántson másokat. Például az erőszak nélküliség, amiket vagy az erőszak kerülése, ez egy ilyen nem cselekvés. És van a harmadik, amikor amelyeket az ember önmagáért végez. Nem egoisztikus módon, hanem azért, hogy saját magának a szívét tisztítsa, felemelje, és hogy minőségi módon tudja az első kettő fajta tevékenységet végezni. Ide mondjuk alapvetően az önfejlesztés tartozik, önfegyelem és a lelkiélet gyakorlása példaként említhető dolog. Következő ábra ugyanezt képviseli, és már látom, hogy egy 3 percen túl fogom lépni az időmet, kérem, hogy nézzék el nekem. Ez a táblázat, nem megyek végig rajta, azt mondja, azt mutatja, hogy mi az, amit másokért tudunk tenni, könyörületesség, legkisebb erőszakkal előre állítható táplálékfogyasztás, adományozás, egyszerűség, békesség, igazmondás, amit pedig el kell kerülnünk, erőszak, büszkeség, rőfarag, önteltség, stb. És amit magunkért tehetünk, a létünk megtisztítása, a legfelsőbb uradalmi szolgálat, a lelki tudás művelése, ezekről már valamilyen szinten mind volt szó. Ez gyakorlatilag egy komoly életprogram lehet bárki életében, hogy tudatosan ezeket megpróbálja beilleszteni a hétköznapjaiban. Mielőtt azonban ez megtörténne, a legalapvetőbb lépés az, hogy az ember megtanuljon megfelelően viselkedni az embertársaival. Nárada Muni, egy védikus bölcs, a következőket mondja. Mindenkinek így kell cselekednie. Ha egy nála kiválóbb emberrel találkozik, akkor legyen nagyon boldog, ha egy nála kevésbé kiválóval, akkor legyen hozzá könyörületes, ha pedig egy vele egyenrangút lát, barátkozzon vele, így módon sohasem lesz rá hatása az anyagi világ háromféle szenvedése. Általában, hogyha nálunknál kiválóbbakkal találkozunk, az alapvető reakciónk az, hogy irigyek leszünk. Hogyha nálunknál kevésbé kiválókkal, akkor lenézzük őt, ha pedig egyenrangúakkal találkozunk, akkor rögtön elkezdünk büszkélkedni a saját különleges képességeinkkel, eredményeinkkel, stb. A kegyesség gyakorlása által az ember gyakorlatilag az egoizmusa felett győzelmet arathat. Ha legyőzzük ezt az egoizmust, akkor az ember legyőzi a magányt, mert az egoizmus magányt, elszemélytelenedést jelent, beteljesíthető és beteljesíthetetlen vágyakat.
És a kegyesség és a másokért való élés segít ezek közé, ezek fölé emelkedni, és ráadásul a transzcendens felé fordulást is segítheti. Automatikusan a kegyesség elvének a követése boldogságot fog eredményezni az emberek életében. Krisna a következő, hogy mondják ezt, megoldást adja Arjunának a békesség és a boldogsággal kapcsolatban. Ezt szoktuk a béke képletének mondani, hogy a békét nem az éri el, aki igyekszik a vágyait beteljesíteni, hanem egyedül az, akit nem zavar a kívánságok szakadatlan özöne, amelyek úgy jönnek bele, mint folyók az állandóan töltődő, de mindig mozdulatlan óceánban. Persze felmerülhet a kérdés, hogy a dharmának és a kegynek az elhanyagolásával teletűzdelt világban van-e egyáltalán értelme az árral szemben úszva erőfeszítést tenni arra, hogy mi kövessük a dharmát vagy a kegyesség alapelveit. És a válasz mindenképpen az, hogy igen, érdemes. Érdemes erőfeszítést tenni. A változást önmagunkban és a társadalomban ezek az egyéni törekvések hozzák meg. Úgy kell gondolkodnunk, mint az a kisgyermek, aki az apály idején a dagály által partra vetett élőlényeket, tengeri csillagokat kezdte el visszadobálni a tengerbe, és amikor egy apóka arra jött és szólt neki, hogy de hiszen ezek az állatok milliószám hevernek a tengerparton, hogy te csak néhányat tudsz megmenteni közülük, nem mindegy, akkor már. És a kislány csak fölemelte a tengeri csillagot a kezébe, hogy ennek az egynek nem mindegy. És folytatta a mentő akcióját. Szóval nekünk csak el kell kezdenünk a változást önmagunkban gyakorolni, hatva a világra, ma, itt és most. Köszönöm szépen a figyelmet!